testi-lelki felüdülés problémás helyzetben a gyógymasszázs az embernek. Fiatalabb korban sok ülő vagy álló munka esetében is sokat javíthat a közérzeten, de az érettebb korosztály számára is kifejezetten javallott. Ugye nálunk az első szempont, amikor megjelenik az ajtóba a kedves páciens, ugye látom a mozgásából, tartásából, minden mozdulatából, hogy valami problémája van. Általában el szoktam találni, mert nem már több szemét láttam ahhoz, hogy tudjam, hogy mi a panasza. Tehát meg szoktam mindig kérdezni, hogy milyen panasszal érkezett, és elmondják, hogy milyen fáj körülbelül, és azt a területet szoktuk átdolgozni neki. A többnyire 25 perces masszázs során az érintett területekre fókuszálnak, de ha közel egy órás védmasszázsra jelentkezik be valaki, akkor mindenre jut idő. Az én idő a modern korban igenis fontos lett. Kivált kép azok számára, akik hosszú órákon át végeznek ülő munkát. Ugye a társadalom fő problémája a gerincfeldülés és a gerinc menti problémák, ami hosszú távon, korral előre haladva elég súlyossá válik. Ugye az a cél, hogy a gerinc melletti részeket folyamatosan nyújtsuk, húzzuk, és ezáltal a hidratáció beinduljon a gerinc mentén, illetve a környékén. Gyógymasszőrhöz leginkább akkor fordulnak az emberek, ha valamilyen fájdalmuk keletkezik. A fájdalom okait célszerű lehet kivizsgáltatni egy reumás vagy ortopéd szakorvossal, ez a gyógymasszőröknek is segítség. Van egy protokollunk alapból, fel kell mérni, hogy mi a páciens alaphelyzete, milyen státusza van. Volt-e közelmúltban műtéte, bármi egyéb, és kezelve volt-e, mikor volt ez a sérülés, trauma, az eltelt legalább fél év. Ez az alap. Hogyha rákos daganatos betegről van szó, őket sajnos nem tudjuk kezelni. Fájdalomcsillapítás céljából az oké, de az tényleg csak egy finom simogatás. Egy tumoros betegnek egy kontaktteremtés, egy érintés, az nekik nagyon sokat számít. Évezredekre visszanyúló terápiaforma a masszázs. Egy gyógykezeléstől ugyan csodát nem várhatunk, de kiegészítő terápiaként igen hasznos. Hogyha tudom, hogy mondjuk van neki egy vállsérülése, be van fagyva a válla, mozgás terjedelme nincs a teljes vállának. Így nekem az a feladatom, hogy lazítsam azt a beszűkült izületet, izomzatot. Idővel ugyanúgy visszatérjen neki a sérülés utáni mozgása. Ha sérülésünk, sportsérülésünk lesz, a gyógymasszőr a páciens fájdalommal érintett régióira fókuszál. Más jellegű fájdalom vagy probléma esetén az anatómiai diszfunkcióval érintett területekre hat. Ha ezeket tudom, akkor már könnyebben tudok neki segíteni, mert fel tudom mérni, hogy nem akut vagy nem gyulladás, tehát nem kell orvosilag, tablettás úton levenni a fájdalmát, hanem egyszerűen csak egy rossz mozdulat, vagy egy rossz levegővétel, bármi, egy beszorult idegrész tehet neki, vagy egy izomhúzódás. Ezeket viszonylag könnyen lehet 2-3 alkalom után már javítani. A masszázs mechanikai inger a bőrnek, bőr alatti kötőszövetnek, izomzatnak. Segít a mozgásszervi megbetegedések feltárásában és kezelésében. Elősegíti az izületek regenerációját, a letapadtizmok ellazítását. Tovább tart a gyógymasszázs jótékony hatása, ha pár dologra odafigyelünk. Én azt szoktam javasolni, hogy tartósan azért a reggeli kis nyújtózkodások, a gerinc oszlopnak a hosszirányú nyújtásával sok mindent meg tudunk előzni az ilyen rossz, berögződött tartásokból eredően nagyon sok embernek derék, illetve gerincmenti panasza van. Hogyha ezeket napi szinten otthon így beiktatja a napi programjába, hogy jó, akkor komolyan nyújtózkodok, kicsit előre hajlok, oldalt hajlok, és úgy indítom a napom, illetve a bőrfolyadék fogyasztás az nagyon segített ezekben. A gyógymasszázs megelőzésként is hasznos lehet. Továbbá segít abban, hogy ellazuljunk, a stresszt feloldjuk. Nyugtató hatást fejt ki az idegrendszerre. Általában, amikor felkelnek az asztalról, akármilyen korúak, mindig így felpattannak, és azt mondják, hú, ez nekem nagyon jól esett, köszönöm szépen. Illetve
Az első hatás az mindig akkor él, amikor eldugul az orruk, mert akkor már érzem, hogy jól dolgoztam. Olyankor az történik velük, hogy a salakanyagok megindulnak a hátukba, általában a hátukon keresztül elég sok minden fel van rakodva a pacienseknek, és hogyha meghallom az orrhangját az ágyból, hogy neki most orrot kell fújni, akkor én már azt mondom, hogy jól dolgoztam, mert elindítottam egy folyamatot benne. A gyógymasszázs fokozza a szövetekben a nyirok és vénás visszaáramlást. Ezáltal felgyorsítja a salakanyagok kiürülését a szervezetből, melynek eredményeként javul a szövetek, izmok vérellátása a problémás, nem teljesen megfelelően működő testrészekben. A méreganyag, ugye, ami felhalmozódik, ugye az a része, amit a véráram nem hord el, és kilöki a szövetek felé. Ugye azért szokott merevség beállni a bálban, hátban, derékban, mert ott fölrakódnak ezek a salakanyagok. És általában hát ezt csak a vízzel tudjuk mosni, úgy szó szerint, mert csak kimosni tudjuk belőlük ezt, és ez vizelettel távozik. Az idő az drága kincs, ezt a Medical Centerben is felismerték, és igyekeznek mihamarabb segíteni mindazokon például, akik a reggeli felkelést követően azt érzik, nem tudnak elindulni, fáj a derekuk, a hátuk, a lábuk, vagy mindenük. Az idősödő kor jelei a testen lassíthatóak. Vannak az idős betegek, akiknek krónikus gyulladásos, ízületi panaszaik vannak, rehabilitációra járnak abban az esetben, amikor éppen nem akutt a helyzet, nem belobbanva van nekik az ízületi gyulladásuk, hanem alvó-nyugvó helyzetbe javasolt nekik is a kezelés sorozat. Olyankor őnekik is nagyon jót tesz, mert az adott ízületi, reumás panaszaikat enyhítjük, illetve a mozgás koordinációinkat segítjük. Ülőmunkát végzőknek a gyógymasszázs mellett javasolt a gyógytorna. Az ízületek ruganyossá tétele, mivel a sok ülés szétnyomja a csípőt, nehezebb lesz a hajló, felülő mozgás. A sétafutás mellett a túlsúlyosabbaknak a vízi tevékenység, mozgás, torna is jól jöhet az ízületeknek.